A gazdaságvédelmi akcióterv első három intézkedésével kapcsolatosan tartott tájékoztatót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter június 19-én. A bejelentés szerint Magyarország kormánya lehetővé teszi a szépkártyák hideg élelemre való felhasználását 2023. augusztus 1-től december 31-éig. Ebben az időszakban a munkáltatók a szép kártya keretet, amelynek a maximális összege 450 000 forint, további 200 000 forinttal megemeljék az erre vonatkozó kedvezményes szabályoknak megfelelően. Úgy gondoljuk, hogy ez a jelenlegi időszakban komoly segítség lehet mindenkinek, és a munkáltatók számára is úgy tesszük lehetővé, hogy élelmiszerre, hideg élelmiszerre is beváltható szép kártyaforrás nyújtsanak a munkavállalóknak, hogy a lehető legkedvezőbb adózási járulékfeltételek mellett biztosíthatják ezt a többletforrást. A rendelkezések értelmében továbbá három a gazdaság teljesítményére és az inflációra egyaránt hatással lévő terület esetében a vállalkozások számára árplafont vezetnek be. A legmagasabb ellenértéket július 1-től nettó 200 euró per megawattban állapítják meg. Három szektorra érvényes az árplafon, a feldolgozóiparra, a szálláshely szolgáltatásra és a raktározásra, szállításra. Azért hangsúlyozom, hogy azért ezekre a területekre terjed ki az árplafon, mert ezek termelő vagy termeléshez kapcsolódó tevékenységek, éppen ezért a gazdasági növekedésre jelentős hatással bírnak, és az inflációra is komoly befolyásuk van. Cserébe azt várjuk, hogy ezek a cégek növeljék a gyártási kapacitásaikat, és az év hátralévő részében ne emeljék az árakat. A kormány döntése szerint továbbá a gyógyszerforgalmazó cégek július 1-től az extra profit adójuk felét leírhatják, amennyiben az beruházásra vagy kutatásfejlesztésre fordítják. A gyógyszergyártók esetében pedig a jövő évben megfelezik az extra profit adót, melyet még egyszer meg lehet felezni, tehát ennek a fele is leírható, hogyha az érintett cégek az adott összeget beruházásra, illetve kutatásfejlesztésre használják fel.